above all else, tune my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, tune my heart to sing your praise. Reggelt kívánunk. Good morning. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket ma reggel is. Welcome all of you with great love this morning. Gyönyörű reggel ez a húsvét. This Easter morning is wonderful, isn't it? És egy nagyszerű húsvéti Isten tisztelet előtt állunk. And we are ahead of a wonderful Easter service here today. Kérlek benneteket, hogy most kapcsoljátok ki a mobiltelefonokat. I would like to ask you now to switch off your mobile phones. Az ébresztő részét is. And the alarm part as well, the alarm clocks. És szeretném mondani még, hogy úrvacsorát is fogunk venni. And I would like to add that we are going to take communion together. De a végén majd, és kiviszik a helyünkre. But at the end, and the parts of it will be taken to your places. Imádkozzunk. Let's pray. Istenem, hálával és boldog örömmel jövünk eléd ma reggel is. God, we come before you with gratefulness and great joy. Köszönjük ezt a különleges ünnepet. Thank you very much for this special holiday. Ami arra emlékeztet bennünket, hogy annyira szeretsz minket, hogy a legdrágábbat is nekünk adtad. That reminds us all that you love us so much that you gave your most precious one for us. Köszönjük, Jézus, a te soha el nem feledhető példádat. Thank you, Jesus, for your example that we can never forget. Ami a húsvét üzenete is, hogy a kereszt, te megváltottál bennünket, hogy örök életünk lehessen. That is the message of Easter, that you saved us on the cross so that we have eternal life. Köszönjük, hogy megtanítottad nekünk, hogy a péntek keresztje után mindig jön a vasárnap öröme. Thank you that you taught us that after the Friday, the cross, there is always a Sunday, the force of resurrection. Kérlek,
emlékeztes bennünket az év során is erre, amikor életünk terheit hordozzuk. Please remind us of this throughout the whole year when we are under the burden of life. Kérünk, hogy áld meg a mai közösségünket és a Biblia órát is. Please bless today's Bible study and the fellowship. Mert szeretnénk ma is leborulva imádni téged. Because we would love to worship you, bowing down before you. Szenteltessék meg a neved ma is, ezen az ünnepen is. May your name be sanctified in this festive holiday. És szóljon ez az alkalom is rólad és a te dicsőségedről. And may this service be focused on you, on to your grace. Jézus drága nevében. In Jesus' precious name. Amen. Amen. Dicsőítsünk ma is közösen, ilyen különleges társaságban. So let's worship today as well together in a special companion like this, as you can see. Jó reggelt, álljunk fel. Ünnepeljünk, hogy Jézus Krisztus. Gyönyörű nap virrad fel, a halál vesztett van ki velem. Ünnepeljük Jézus Krisztusért, drága kereszt és öresség, drága kereszt és öresség, az örök élet könyvébe énekeljük Jézus Krisztusért.
Yeah.
összeértem, halleluja, a halál vesztem, élete a drága vére. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elharmalkodottan lettetek hívőkké.
mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Sötét árnyak rejtekében, a kétség félelem gyötör. Ő az egyetlen reményem, hinned kell, hinned kell. Megtört űzött nemzedékünk, céltalanul tévelyen. Megváltásért küzd a lélek, hinnünk kell, hinnünk kell. Hiszünk Istenben, Atyánban, hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk a Szentlélek hatalmában, aki új életet ad, mert a keresztre dőlt minden, Jézus legyőzte a halált, hisszük feltámadt a sírból, és egy napon visszatér. Hinnünk kell, mert a hitünk többet ér egy dalnál, erősebb a hangunknál. Gyengeségben, kísértésben, hinnünk kell, hinnünk kell. Hiszünk Istenben, Atyámban, hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk a Szentlélek hatalmában, aki új életet ad, mert a kereszten eldőlt minden, Jézus legyőzte a halált. Sírból, és egy napon visszatér, Jézus megtalál, és ő velem el, benne élet vár, ő a szeretet, legyen bizonyság egész életünk, hinnünk kell, hinnünk kell, mert ő legyőzte a pokol kapuját, a kábít szétszakadt, a szentély nyitva áll, Isten úgy szeret, senki más, hinnünk kell, hinnünk kell. Hiszünk Istenben, Atyánban, hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk a Szentlélek hatalmában, aki új életet ad, mert a kereszten eldőlt minden, Jézus legyőzte a halált, hisszük fel, sírból, és egy napon majd, egy napon visszatér. Egy napon visszatér. Hinnünk kell, hinnünk kell, hinnünk kell, hinnünk kell. Happy Friday.
Sziasztok! Köszöntünk titeket szeretettel, ameddig a kórus levonul. Szeretnénk titeket megkérni, hogy nézzétek meg, hogy a telefonjaitokat lenémítottátok-e, nehogy itt alkalom közben legyen zavaró. So hi again, and once again we would like to ask you to silence your mobile phones so that it would not go off during the service. Igazából így az ünnepi alkalom előtt egy nagyon rövid hirdetésünk lenne, méghozzá a fiatalok számára. So there is going to be a very short announcement in this festive day. Április 16-ai hétvégén itt a gyülekezetünkben egy ifjúsági konferencia lesz, méghozzá országos méretű. At the weekend on the 16th of April there is going to be a national conference, youth conference here in this building. Úgyhogy mindazokat várjuk szeretettel, akik 13-19 év közöttiek. So we expect all those who are aged between 13 and 19. Akik itt vagytok a gyülekezetben, fiatalok, ti tudtok róla, de hívjátok akár osztálytársaitokat, vagy hogyha vidéken vannak rokonaitok, őket is várjuk szeretettel erre a hétvégére. You youngsters who come to this church, you already know about this, but please invite your fellows from all over the country, your classmates or relatives are all welcome. És egyetlen dolgot kell még tudni, hogy jelentkezni kell erre a konferenciára, a weblapunkon megtaláljátok a jelentkezési lapot, és március 31-e lesz a jelentkezés határideje. And one more thing you have to know is that you have to register or apply for this conference. There is an application form that is available on our website, and the deadline for application is the 31st of March. És még egy fontos információ, most az ünnepek miatt ma este, illetve holnap este nem lesz vasárnap este és hétfő este alkalom. And there's another very important thing that we are going not to have a vasárnap este, Sunday evening or Monday evening service because of Easter. Jó reggelt mindenkinek! Good morning everyone! Ki az, aki volt fent a hegyen kora reggel? Is there anyone among you who were up on the mountain in the morning in dawn? Two of you only? Jó, akkor ti aludhattok. Okay, so those of you, the two of you can sleep during Mielőtt the service. Mielőtt belevágunk ezen a nagyszerű reggelen. Before starting on this wonderful morning. Csak két vicces dolgot, számomra vicces dolgot hadd mondjak el nektek. Let me tell you two a very funny thing, funny for me at least. Tudjátok, hogy a nyolcas alkalom az tele van azokkal, akik fönt voltak reggel a hegyen, és körülbelül 4 óra 5-kor keltek. You know, on the 8 o'clock service there were a lot of people who were up on the mountain and they slept like 4, no, they woke up like at 4. Annyira vicces volt látni ezeket a fejeket. And it was so funny to see their faces. They were like that. Szegénykém, tudod, hogy azt hiszik, hogy én nem látom őket, vagy... They think I cannot see them. Nem, de megvan nekik bocsájtva, jót aludtak. But it is forgiven. És úgy vagyok, they slept well. Tehát eljössz Isten tiszteletre, hogy áldás legyen, tudod? You know, it's a blessing. You can come to the service and get blessing. Ha az áldás, hogy alszol egy jót, akkor már győztünk, nem? Maybe this is a blessing for you to sleep well, so it's a win-win situation. És a másik dolog, hogy mostantól figyelmeztetni foglak benneteket arra is, hogy az ébresztőt is kapcsoljátok ki a telefonotokon. So another thing, I would like to, I will warn you from this time on to turn off the alarm at your phones. Mert képzeld el, hogy az akkor is bekapcsol, ha ki van kapcsolva a telefonod. Because it turns on when the mobile phone is turned off. És az előző alkalmon fél órán keresztül hallgattunk valami kis zenét. And on the last occasion we heard like for 30 minutes very funny music. Úgyhogy most nézzétek meg, jó, hogy ki van kapcsolva az ébresztő. So please check now if the alarm is turned off. De aztán azon gondolkoztam, hogy ki az, aki a 8 órás alkalomra beállítja ébresztőre a telefonját. But I was wondering who's the one who sets the alarm for an 8 o'clock service. Vajon mit várt a Biblia órától, nem? What do they expect from the Bible study? Hát beállítom 9-re, hogy biztos fönt legyek. I just set the alarm at 9 so that I will be woken up for sure. Szóval, olyan jó, hogy itt vagytok ma is. So it's very good that you're here today és as well. És ez egy, remélem nem volt baj, hogy egy kis történettel kezdtük. I hope you didn't bother that we started with this funny story, the stories. Egy hihetetlen fontos ünnep van ma, amit ma ünneplünk. Today is an unbelievably important festive holiday. Jézus odaadta értünk az életét, és ő feltámadt. Jesus gave his life for us, and he resurrected.
Azt mondja nekünk Jézus a János evangéliumában. Jesus said in the Gospel of John. Hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. I'm the road, I'm the life and the truth. Senki nem mehet Istenhez, csak általam, mondja Jézus. No one can come to God only through me, says Jesus. Ma reggel Phil pásztorunk nem tud itt lenni velünk, mert az utolsó pillanatban lebetegedett. Phil cannot be here with us this morning because he got sick in the last moment. És amit most meg fogunk nézni, az ez a három dolog. So we are going to focus on these three things today. Ezért beszélek nektek én. That is why I'm talking to you. De mielőtt belekezdünk, imádkozzunk Philért is. But before starting, let's pray for Phil as well. Uram, köszönjük neked Phil pásztorunkat. Lord, thank you for Pastor Phil. És szeretnénk imádkozni érte, hogy kérlek gyógyítsd meg őt teljesen. And we would like to pray for him so that you would heal him fully. Neked van hatalmad ezt megtenni, kérlek tedd meg. You have the power to do that, so please do that. De imádkozunk azért is, Uram, hogy ma reggel gyógyíts meg itt embereket, lelkeket, életeket. But we also pray so that you would heal people, souls here this morning. Kérlek, hogy áld meg ezt a reggelt. Please bless this occasion. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen. Szóval még egyszer különös szeretettel szeretném köszönteni azokat, akik nem járnak ebbe a gyülekezetbe, esetleg most vannak itt először. So once again I would like to say a special welcome for those who are here for the very first time. Nagyszerű, hogy engedtetek az invitálásnak és itt vagytok velünk. It's wonderful that you are here and you accepted the invitation and you're here with us. És tényleg ma reggel meg szeretném nézni azt, hogy Jézus az egyetlen út az Atyához. And I would like to take a look at the fact that Jesus is the only way to the Lord. És ő szabaddá tette nekünk ezt az utat, hogy mi mehessünk az Atyához. And he made this a road free for us so that we can come freely to the Lord. Szeretném, hogyha látnánk azt, hogy ő meghalt helyettünk. I would like us to see that he died instead of us. És az ő igazságát örököljük mi. And we inherit his righteousness. És szeretném, hogyha látnánk azt, hogy ő az élet, ő képes életet adni. And we would like us, I would like us to see that he is the life who can give life. Igazi örök életet és egy új életet. A real eternal life and a new life. Hogyha itt van a Bibliátok, azért odalapozhattok a Máté evangéliumának a 26. részéhez. If you have your Bibles here, you can turn to the Gospel of Matthew chapter 26. Innen fogunk megnézni néhány kis mozzanatot a keresztre feszítés körül és a feltámadással bezárólag. From here we are going to look at some moments of the last couple of hours of Jesus when he was put on the cross and some of the moments of the resurrection. Látod ott a Máté evangéliumában, hogy Jézus az utolsó vacsorától ugye felkelve kiment a tanítványaival a Getsemáné kertbe és dicséreteket énekeltek együtt. As you can see, after the Last Supper, Jesus went with his disciples to the Garden of Gethsemane, and they were singing and praying together. Erre az estére a zsidóknak megvan a tipikus zsoltár, megvannak a tipikus zsoltárok, amiket énekelnek 111-118-ig. For the Jews, there are the set psalms that they usually sing on this festive occasion. They sing psalms from 111 to 119. Ezek a zsoltárok profétálják az igazi áldozatot, Jézust. In these psalms, there are prophecies about the real sacrifice, Jesus. Milyen érdekes, meg nehéz lehetett, hogy Jézus önmagáról énekelt. It must have been hard that Jesus was singing about himself. Amikor azt mondja, hogy kötelekkel kössétek oda az oltárhoz az áldozatot. When he sang that, tie the sacrifice to the altar. Aztán elérkeznek a Getsemáné kertjébe, ugye, ami azt jelenti olajprés. And they go to the Garden of Gethsemane, which means oil press. Jézus egy hihetetlen nagy nyomás alatt van. Jesus is under a great pressure. Nagy préselés alatt. Under pressure, under press. És imádkozik Istenhez, hogy Uram, add, hogy a te akaratod legyen, meg ne az enyém. And he prays to God that so that his will be done and not mine. Jézus imádkozik, hogy ha van más út, hogy az ember
meg legyen váltva, akkor legyen inkább az Isten. Jesus prays that if there is another way for a man to be saved, let that way happen. De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd akarat. But Jesus said that it's not my will that should be done, it's your will, Father. Igazán nem volt más út. Jézusnak a keresztre kellett mennie, kifizetni az árat a bűneinkért. But there was no other way. Jesus had to go to the cross to pay the price for our lives. És aztán látjuk Júdásnak az árulását, aki elárulta Jézust. And we can see the betrayal of Judah who betrayed Jesus. Látjuk Péter apostolnak a hős tettét. We see the heroism of Apostle Peter. Aki azt bizonygatta Jézusnak előtte, hogy hát ha bárki elárul téged, én nem foglak. Who tried to prove beforehand to Jesus that if anyone will betray you, it is not going to be me. Lehet, hogy ezek mutatott a többi tanítványra, majd megtagadnak, de én soha nem foglak, én halálba megyek veled. Looking at the other disciples, he said that maybe these will betray you, but I will never ever betray you. Jézus azt mondja, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogsz megtagadni engem. But Jesus answered, before the cock crows, you are going to deny me three times. Az ember az gyenge. Because humans are weak. Meg is történik. Péter megtagadja Jézust. And it happened indeed. Peter denied Jesus. Nagyon könnyen, nagyon gyorsan. Very easily and very quickly. Látod, hogy először már csak távolról követi, és aztán megtagadja Jézust. You can see that at first he follows him from a distance, and then he denies it. És a történetben látni még egy érdekes személyt, Pilátust is. And there is another very important figure in this story, Pilate. Érdekes figura, mert ő úgy néz ki, hogy kereste az igazságot. He's kind of interesting because it seems that he was searching for the truth. Beszélget Jézussal, és megkérdezi, hogy mi az igazság? Akkor mondd meg az igazságot. He had a talk with Jesus and asked him to tell him the truth. De Pilátus elkövetett egy hibát. But Pilate made a mistake. Mindig, miután Jézussal beszélgetett, utána kiment és beszélgetett a néppel is. After this talk with Jesus, he went and talked to the people. És a története vége az számunkra, hogy fontosabb volt neki, hogy mit mondanak az emberek, mit mond Isten. And the point of this story is that it was what the people said was more important for him than what Jesus told him. Pilátus próbálta hárítani a döntést, hogy ne kelljen döntenie. Hogy most Jézus éljen vagy meghaljon. Pilate actually didn't want to decide on this question, on this issue, whether Jesus should die or not. De az az igazság, hogy abban, hogy nem döntött, igazán döntött. But by not making a decision, actually he actually made a decision. Jézus megfeszítették. Jesus had to die on a cross. És ezt olvasod a Máté 27-ben. And in chapter 27 in the Gospel of Matthew. A 35-től a 37. versig. From verse 35 to 37. Az idő rövidsége miatt csak magyarul fogom felolvasni, úgyhogy kérem az angolokat, hogy kövessék ott a képernyőn vagy a Bibliájukon. And because the limited time we have, we were only going to read the scriptures only in Hungarian. So please follow the English versions on the screen. Miután pedig megfeszítették őt, elosztották az ő ruháit, sorsot vetve, hogy beteljesedjen a proféta mondása, megosztoztak az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetettek. És leülve ott őrizték őt. És feje fölé illesztették az ő kárhoztatásának okát, odaírva, ez Jézus, a zsidók királya. Jézus meghalt. Meghalt értünk. Jesus died. He died for us. Igazán nagyon tetszik nekem, hogy az évben vannak bizonyos keresztény ünnepek. I really like that during the year we have some festive days, Christian holidays. Amikor ugyanarról beszélünk, ugyanazt hallgatjuk meg. When we speak about the same thing, we listen to the same things.
Mert ezek a dolgok emlékeztetnek minket. Because all these things remind us of something. És az ember nagyon hamar felejt, tehát jó, hogy emlékeztetve vagyunk ezekre a dolgokra. And we tend to forget very easily, so it is very good to be reminded of these things. A zsidó kultúrában is látod, hogy sokszor építettek emlékoszlopokat. And in the Jewish culture they often built columns of remembrance. És sok ünnepük volt a zsidóknak. Mindig, minden évben meg kellett ülni ezeket. And they had a lot of different holidays and they had to celebrate these holidays every year. És Isten elmondja nekik, hogy azért kellenek ezek az emlékoszlopok, hogy amikor elmentek mellette, akkor el kelljen újra mondani, hogy miért állítottátok. And God told him that these columns of remembrance are necessary because when they pass through it, they had to tell it once again why these columns were erected. Jó nekünk is keresztényként, hogy megálljunk és megemlékezzünk. It is good for us Christians to just stand for a while and to remember. Arról, hogy Jézus értünk adta az életét. That Jesus gave his life for us. És ez azt jelenti, hogy Isten szeret minket. And it means that God loves us. Isten kegyelmes az emberre. God has grace towards people. És szeretné megbocsájtani a bűneit. And he would like to forgive their sins. Szeretném, ha erre emlékeznénk ezen a húsvéton. I would like us all to remember this on this Easter. Hogy Isten szeret. That God loves us. És ha úgy ülsz itt, hogy neked még nincs egy élő kapcsolatod, nem ismered úgy Jézus Krisztust. And if you are sitting here not having a living relationship and you don't know Jesus in that way. Nem adtad át az életedet, hanem csak úgy érdeklődsz. You haven't offered your life to Jesus, you are just interested. De az is lehet, hogy egy keresztény barátod meghívott, hogy legyél itt és nézd meg, hogy egyáltalán mi ez. And maybe you are invited by a Christian friend to take a look at this, what is this really is about. A világ azt fogja mondani a nem keresztény emberek, hogy Isten nem szeret minket, magunkra hagyott. Non-Christian people tend to say that God doesn't love us, they just let us alone. Vagy ha van is, akkor nagyon messze van. And if God exists, he's in at a distance. De a Biblia, Isten szava elmondja nekünk, hogy annyira szereti Isten az embert, hogy saját fiát odaadta érte. But the Bible, the word of God, tells us that he loves the world so much that he gave his son. Tudnod kell, hogy Isten nagyon szeret téged. You have to know that God loves you very, very much. És törődni akar veled. And he wants to care for you. Az összes problémáddal. Care for all your problems. Mindeneddel. With all you have. De a keresztényeknek is szeretném újra elmondani, hogy Isten szeret téged. But I would like to tell the Christians as well, again, you are loved by God. Isten törődni szeretne veled. He would like to care for you. Amit így el is szoktunk hinni, hogy igen, mi így keresztényként ezt tudjuk. And we say that and we believe that, okay, as a Christian we know that. De tudnod kell azt is, hogy Isten kegyelmes veled. But you have to also know that God has grace towards you. Jézus a bűneidért fizetett, minden bűnödért. Jesus paid for all of your sins. Meg van bocsájtva. All are forgiven. És nyugodt szívvel ülhetsz itt. And you can sit here with a peaceful heart. És örömmel dicsőítheted Istent. And you can worship him with joy. Mert jött Jézus, aki az út volt Istenhez. Because Jesus came, who was the way to God. Azt mondja János evangéliumában 10. részben 14-18-ig. In the Gospel of John, in chapter 10, from verses 10, no, 14 to 18. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkorból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lesz egy akol és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.
Isten abban mutatta meg a szeretetét, hogy Jézus meghalt értünk. God showed his love in the fact that Jesus died for us. Jézus abban mutatta meg a szeretetét, hogy ő letette az életét értünk. Jesus showed his love towards us in the fact that he laid down his life for us. Milyen érdekes gondolat ez, hogy nem elvették tőle az életét. It is quite interesting that his life was not taken away from him. Hanem ő döntött úgy, hogy leteszi az életét. But he decided that he will lay it down. Lett volna hatalma megtartani azt. He could have the authority to keep it. De annyira szereti az embert, annyira szeret téged, hogy letette az életét, mert tudta, hogy meg kell tennie. But he loves people so much, he loves you so much that he had to know that he had to do that. Mert ha az ember és Isten között ott marad a bűn, nincs kifizetve, akkor az ember elkárhozik. Because if sin remains between God and people, if the price is not paid for the sins, then people will not have salvation. És ezt olvassuk a Máté 27:50-ben. And we read in Matthew 27:50. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltva kiadta a lelkét. És azt is olvasott, hogy ő azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. So he gave up his spirit, and we also can read that cries out that all is done, it's finished. Elvégeztetett. A szó az azt jelenti, hogy teljesen ki van fizetve, be van teljesítve, végre van hajtva, kész, le van zárva az ügy. This very word means that everything is paid, everything is finished, everything is done, so it's fully accomplished. Az emberiségnek volt egy nagy problémája, ez a bűn. There was a very big problem of humanity, and this is sin. Ami ott állt Isten és az ember között. It was between God and man. Isten teremtette az ember. God created man. Lehet, hogy ez új neked ma, de Isten teremtette. Maybe this is new for you, but God created you. Nem csak úgy puk létrejöttél semmiből. It wasn't only by accident that you were created, you came here. Isten keze formált téged, Isten teremtett. It was God's hand who formed you. He was who created you. De az ember föllázadt Isten ellen. But the man protested against God. És ott volt ez a bűn, amivel valamit kellett kezdeni. Valakinek ezért fizetni kellett. And there was this sin, and someone had to pay for that sin. Hogy ez rendbe legyen. So that everything would be okay. Az ószövetségi rendszerben állatáldozatokat mutattak be évente. In the Old Testament system, every year people offered sacrifices. És ez az áldozat egy évre elfedezte a bűnöket. And one of these sacrifices were enough for the sins of one year. De ez nem volt elég, hogy az embert örökre rendbe tegye Istennel. But it was not enough to make people right with God for eternally. Kellett egy olyan áldozat, aki tökéletes, igaz, soha nem vétkezett. A perfect and righteous sacrifice was needed, who never made any sin. Csak ez elég, hogy megelégítse Istennek a követelését a bűnnel szemben. This is the only way to satisfy God with the price of sin. Én vagyok a tökéletlen, Jézus a tökéletes. I'm the imperfect and Jesus is the perfect. Az én bűnömet csak ő tudja kifizetni. He can only pay for my sins. Úgy, hogy az én megváltómmá válik. And in this process he becomes my savior. Helyet cserélt velünk. He replaces places with us. Ő volt az, aki kifizette helyettünk a bűneink árát. He was the one who paid the price for our sins instead of us. És amikor ez megtörtént, ő fölkiáltott, hogy elvégeztetett, kész van, kifizettem. And when it happened, indeed, he cried out that it's finished, it's done, I've paid. És szerintem ezt nagyon fontos tudni, hogy Jézus az egész világ bűnéért fizetett. And it's very important to know that Jesus paid for the sins of the whole world. Nem csak néhány emberért. Not just for some people. Nem csak a jó fejekért. Not just for the cool ones. Egyszerűen mindenki. Simply for everyone. Nincs egy ilyen különös csapat, nincs egy elit group, akiért fizetett. There is no elite group for whose sins he yes. Szép magyar szóval kifejeztem. He paid for. Ő
kifizette érted az árat, hogyha itt ülsz, és még nem vagy keresztény, tudjad, hogy ő kifizette érted az árat. He paid the price for you, and if you are here as a non-Christian, you have to know that he paid the price for you too. A te tartozásaid is rendezve vannak Isten előtt. Your debts are not anymore before God. Neked csak ezt el kell fogadni. Meg kell engedni, hogy megváltson Jézus. You just have to accept it. You have to allow Jesus to save you. De a keresztényekhez is hadd szóljak. Tudod, hogy Isten kegyelmes veled? But to the Christians, do you know that God has grace for you? Tudod, hogy nem kell jóvá tenni semmit? Do you know that you do not have to make anything good? Mert Isten megbocsátott. Because God has forgiven you. Mert Jézus meghalt érted. Because Jesus died for you. Hogy ma elveheted újra ezt az ajándékot kegyelemből. And do you know that you can take this gift now today as well by grace? Mert elvégeztetett. Because it's done. Római levél 4. részében ezt olvasod. In Romans chapter 4 you can read. 25-től, from verse 25. 5. rész, második vers. In chapter 5, 1 and 2. Ki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Megigazulva ezért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Egyszerűen hit által mehetünk Istenhez kegyelemből. Simply we can go to God through faith by grace. Nem, nincs szüksége Istennek, hogy valami jót tegyél neki, vagy rendbe hozd az életed. Jöhetsz úgy, ahogy vagy most. God doesn't need you to make any good or make your make it right, make your life right. You can come to him just as you are now. És ezt a tényt Jézus halálánál látjuk is, Isten bemutatja, hogy mehetünk szabadon hozzá. And when Jesus died on the cross, we can clearly see, God clearly showed us that we can go before him freely. Ezt olvasod a Máté 27:51-ben. You can read in chapter 27, in Matthew chapter 27:51. És íme a templom kárpítja tetejétől aljáig ketté hasadt, és a föld megindult, és a kősziklák megrepedeztek. Egy ilyen természetfeletti dolog történik. So this is something transcendental. Azoknak mondom, akik esetleg nem tudják, hogy milyen kárpitról van itt szó. So for someone, for those who might not know about this curtain it speaks about. Az Isten templomában volt egy elválasztott rész. In the temple of God there was a separated place. Ezt úgy hívták ezt a részt, hogy a szentek szentje, a legszentebb hely, ahol Isten megjelent a főpapoknak. It was called the Holy of Holies, the holiest place in the temple where God appeared for the high priests. Ide Isten jelenlétében nem mehetett be akárki, akármikor. Here into the presence of God no one, I mean not just ordinary people couldn't go in. Egy évben egyszer mehetett be a főpap, és hihetetlen sok szertartás után mehetett csak be. It was only the high priest who could go into this place, and after a series of practices and series of necessary things to be done, and only after this. Nem volt olyan, hogy csak így bevágottál, félrehajtottad, és ott voltál Isten jelenlétében. It wasn't like you just pull the curtain and just right at once you are there in the presence of God. Meg se tudtad volna tenni, mert ez 45 centi. Széles volt ez a kárpit. Actually you wouldn't vagy be able vasta, to do vasta. That physically because it was 45 centimeters thick this mindez, curtain was very thick. Arról beszélt, hogy csak úgy nem jöhetsz. Csak úgy egyszerűen nem jöhetsz Istenhez. So it all spoke about that you cannot come before God just like very simply. De amikor jött Jézus és kifizette a bűnökért az árat. But when Jesus came and he paid paid the price for our sins. Nem kellett több áldozat. There was no other sacrifice needed. Ez az út szabaddá vált Istenhez. This way became free towards God. És ezt megmutatta, hogy fölülről az aljáig eltépte Isten ezt a vastag kárpitot. And this was shown by the fact that God torn this curtain from top to bottom. Egy nagy üzenete van ennek. It has an important message. Hogy mehetsz bármikor Istenhez.
You can come before God whenever. Ő Jézuson keresztül, aki az út. Through Jesus, who is the way. Nem kell jóvá tenned semmit. You do not have to make anything right. Ő kifizette az árat. Because he paid the price. Nem kell valami különleges szertartás, hogy Istenhez menjél. You do not have to make any special practices to go to God. Ő ott van, közel hozzád. He's there near you. Bármikor odafordulhatsz hozzá. You can turn to him whenever you want. Az Efézusi levélben az első részben ezt olvassuk, 7. vers. You can read in the book of Ephesians chapter 1 verse 7. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. És a 18. vers. And verse 18. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek, ugye pogányoknak és zsidóknak, egy lélekben az atyához. Ő az út, Jézus az út, és ő biztosította nekünk az utat, hogy menjünk szabadon. So Jesus is the way, and he ensured the way for us so that we can come freely. Milyen érdekes, hogy lehet arról olvasni, hogy a zsidó vallási vezetők megpróbálták összevarni ezt a kárpitot. It is quite interesting that you can read about the Jewish religious leaders who wanted to sue this curtain. Miért csináltak ilyet, nem? Why? Nyilvánvaló természet fölötti dolog történik. It was obviously transcendental when it was torn. Ők ezt tudták. They knew. Senki más nem szakíthatta szét csak úgy azt, csak Isten. No one could torn that like that, only God. De hogyha eltűnik ez a kárpit, és bárki bármikor mehet Istenhez, akkor ők feleslegessé válnak. But if this curtain is taken away and anyone can come to the Holy of Holies, the priests would be unnecessary. Gyorsan össze kellett varni, hogy megmaradjon a vallásos rendszer. So they had to sue it quickly so that the system and the religion would remain. De Isten ma is azt üzeni Jézus feltámadásakor, hogy mehetsz Istenhez. Bármikor. But Jesus has a message even today through his resurrection, and it is that you can go to God whenever freely. Mert Jézus az út. Because Jesus is the way. És ha itt ülsz és nem vagy keresztény, and if you are here as a non-Christian, tudnod kell, hogy mehetsz bármikor Istenhez. You have to know that you can go to God whenever you want. Nincs valami különleges szertartás, hogy Istenhez mehess. You do not have to do anything special so that you can turn to God. Lehet, hogy már a világban próbálták neked mondani, hogy nem mehetsz csak úgy Istenhez. Maybe in the world you were told that you cannot go to God just like that. Lehet, hogy azt gondolod te, hogy nem mehetek csak úgy Istenhez, meg kell változnom, kell egy pár dolgot tenni, hogy beléphessek hozzá. Maybe you yourself think that I have to do something so that I can come before God. I have to change something in my life. Nem kell. You don't have egyetlen to. Dolgot kell változtatnod, igent mondani Jézusnak. The only thing you have to change is that you have to say yes to Jesus. És szabad utunk van Istenhez. And then we will have free way to God. Ha pedig itt ülsz és keresztény vagy, már ismered Jézust. And if you are here as a Christian, you know Jesus already. Tudod, hogy ki meg bejárásod van az atyához? Do you know that you have a free way in and out for before God? Na és ki használod? And do you take advantage of it? Mert kihasználhatod. Because you can exploit it, you can take it as an opportunity. A római levélben ezt olvassuk a 4. részben. Please read book of Romans chapter 4. A 3-tól az 5. versig. From verse 3 to 5. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő neki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítaték kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítaték igazságul. Kegyelemből kapjuk Isten igazságát. We receive God's righteousness through grace. A Biblia elmondja nekünk, hogy mi örököltük Jézusnak az igazságát. Bible says that we inherited the righteousness of Jesus. Hogy ő egy olyan életet élt, hogy soha nem vétkezett. He lived a life when he never committed a sin. Tök jó neki, nem? It's good for him, isn't it? Lehet, hogy így visszanézel az életed, és azt mondod, hogy katasztrófa vagyok.
Maybe you look back at your life and you say I'm a disaster. Mennyi sérülést, mennyi mindent szedtem össze abból, hogy vétkeztem. I have a lot of wounds and every all kinds of things just because I have committed sins. Lehet, hogy még most is cipeled magaddal a régi vétkeidnek az eredményeit. Maybe you are taking the burdens now as well from your old sins. Milyen jó lenne, hogyha valaki azt mondaná, hogy tiszta lap. How good it would be if someone told you that there's going to be a blank page for you. Milyen jó lenne, hogy Isten elé úgy állhatnék, hogy tiszta lappal. How good it would be to just stand before God with a blank page. Ezt tette velünk Jézus. This is what Jesus done for us. A Biblia azt mondja, ő bűnné lett értünk. The Bible says he became sin for us. Hogy mi Isten igazsága lehessünk. So that we could be the righteousness of God. Jézusnak az áldozata igazzá tett téged. The sacrifice of Jesus made you righteous. Olyan, mintha soha nem vétkeztél volna. It means it is like as if you've never committed a sin. Keresztények, Isten így néz ránk. Christians, this is the way God looks upon you. Jézus miatt. Because of Jesus. Te igaz vagy. You are right. Soha nem vétkeztél. You have never committed a sin. Isten nem buta, azért nem ilyen, hogy soha nem vétkeztél. God is not dumb. It's not saying that okay, you never tudja, hogy committed a sin. Persze. He knows. Of course he knows that we have committed sins. De Jézus miatt ő úgy döntött, hogy erre nem néz. But because of Jesus he decided not to look us that way. Hanem igaznak fogad el minket, mert hittünk. But he accepts us as right because we believe. És ha itt vagy közöttünk és még nem fogadtad el Jézust. And if you're here and you have never accepted Jesus as a gift. De a szíved az úgy gerjedezik, hogy de jó lenne tényleg egy tiszta lap, egy új élet. But you feel that you are kind of more and more encouraged to have that blank page, a new life. Vagy lehet, hogy úgy vagy, hogy így kétségbe vagy esve, hogy mi lesz, ha Isten elé kell állnom, ő vajon igaznak fogad el? And maybe you feel desperate when you think about what comes when you have to go before God, stand before God. Are you going to be accepted as true or akkor, righteous? Akkor itt az alkalom ma. Then this is the time for you now. Ha megkéred Jézust, hogy legyen a megváltód. If you ask Jesus to be your savior, Isten igaznak fogad el. You will be regarded as righteous before God. És nem kell aggódnod, hogy mi lesz, ha majd oda kell állni Isten ítélőszék elé. And you do not have to worry when you come to you have to go to the judgment. És ezt kegyelemből, Isten ajándékból adja. And this is a gift. This is by grace. És onnantól kezdve nincsen. Azt mondja a Római levél 8. része. And from that moment on, as you can read in Romans chapter 8. Az első vers. The verse 1. Hogy nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak. That there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Mert Jézus igazságát kaptuk. Because we received the righteousness of Jesus. Ma emlékezzünk meg, hogy Jézus igazságát kaptuk. So let's remember today that we have been given the righteousness of Jesus. Ma emlékezz meg, hogy igaz vagy. Just remember that you are righteous. Vagy dönts úgy, hogy igaz leszel. Or make a decision that you will be righteous. És kövessétek velem a Máté 27-ben a 62. verstől. And please follow with me in Matthew chapter 27 verse 62. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz, ezt mondva: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető, ugye Jézusról beszél, még életében azt mondta volt, harmadnapra föltámadok. Parancsolt meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenve éjjel, ellopják őt, és azt mondják a népnek, föltámadt a halálból. És az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. Pilátus pedig mondta nekik, van őrségetek, menjetek, őriztessétek, amint tudjátok. Ők pedig elmenve a sírt őrizet alá helyezték, lepecsételve a követ az őrséggel. A szombat végén pedig a hét első napjára virradólag kiment Mária Magdaléne és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt, és íme nagy földindulás volt, mert az Úrnak angyala leszállva a mennyből, és oda menve elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
az őrzők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanok lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalt, mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és íme előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. És gyorsan, eltávozva a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött ővelük Jézus mondva, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulva megragadták az ő lábait, és leborultak előtte. Akkor mondta nekik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyafiaimnak, hogy menjenek Galileába, és ott megláttok engem. Az Ószövetségben ott van ez az ünnep, amiről beszéltem, az engesztelés napja. In the Old Testament, there is this festival I've already told you about, and this is the Day of Atonement. Az az egy nap, amikor a főpap bemehetett a szentek szentjébe. This one day when the high priest could go into the Holy of Holies. Miután egy csomó minden szertartáson végigment. After a lot of rituals he made. És bement. And he went in. A nép pedig kint várt. And the people were waiting outside. Nagy tömeg kint vár. A crowd was waiting outside. És várták, hogy most mi lesz. And they were waiting what will come next. Hogy Isten elfogadja az áldozatunkat. Whether their sacrifice will be accepted by God. És rendszerint, ha jól ment minden, a főpap kijött. And usually when everything was right, the high priest came out. És Isten kegyelmét hirdette a népnek. And he proclaimed the grace of God. Hogy a bűneitek el vannak fedezve. That your sins are forgiven. De hogyha bármi hiba lett volna az áldozatba, amit bemutattak. But if there were any mistakes in the sacrifice they offered. Vagy a főpap valamit vétkezett volna, nem jól csinál. Or if the high priest made a mistake. Akkor nem jött volna ki senki a szentek szentjéből. Then no one would have come out of the Holy of Holies. Mert nagy a valószínűsége, hogy ott Isten jelenlétében halt volna meg a főpap. Because there was a high probability that the high priest died in the presence of God. És csak a hulláját húzták volna ki. And only his dead body could have pulled out. Bár ilyenről nincsen feljegyzés egyébként a Bibliában. While there is no any such thing in the Bible written. De hogyha így ment volna be, nem szentül, akkor meghalt volna Isten jelenlétében. But if the high priest had gone into the Holy of Holies not being holy, then he would have died in the presence of God. Az Új Szövetségben látunk egy gyönyörű képet. In the New Testament we see a beautiful picture. Jézus, a főpap. Jesus, the high priest. Aki maga az áldozat. Who is the sacrifice himself. Megáldoztatik értünk. He is offered as a sacrifice for us. Bemegy a szentek szentjébe. He goes into the Holy of Holies. Isten jelenlétébe. Into the presence of God. Isten elfogadja a tökéletes áldozatát. God accepts his perfect sacrifice. Ezt onnan tudjuk, hogy ő aztán kisétált a sírból. And we know it by the fact that he came out of the tomb. Isten azt mondta, nekem ez elég, ez megelégít engem. God said that it is enough for me, it satisfies me. Nincs hiba benne, tökéletes volt az áldozat, és Jézus föltámadt, kisétált. There is no mistake in the sacrifice, it's perfect, so Jesus could just walk out of the tomb. Ő feltámadt. He's risen. Ő él. He's alive. Tudjátok, azt mondja Pál, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk, ha Krisztus nem támad föl, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. You know, Apostle Paul says that if we only hope in this worldly life and we cannot believe that Jesus is risen from the dead, we are wretched. We're more wretched than anyone else. Jézus föltámadt, ő az élet. He is risen, he is life. Ő az út. Az igazság és az élet. Jesus is the way, the truth and the life. Ő képes életet adni. He can give life. Egy új életet. A new life. Egy reményteli életet. A life that is full of hope.
Avval, hogy ő föltámadt, nem csak azt bizonyította, hogy ő Isten. By rising from the death, he proved not only that he's God. Hanem azt is bebizonyította, hogy minden ígérete, amit a Bibliában mond, az igaz és úgy lesz. But he also proved that every promise he said in the Bible, it is true and it will be fulfilled. Jézus életet akar adni neked is. Jesus wants to give life to you too. És nagyon egyszerűen. And he wants to do it very simply. Ezt olvassuk a Bibliában, Róma 10:17. In the Bible says at Romans 10:17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ez most történik. This is what is happening now. Hallod Isten igéjét. You can hear the word of God. Aztán Róma 10:9. And Romans 10:9. Mert ha te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Milyen egyszerű út. What a simple way that is. Ha hiszed, üdvözülsz. If you believe, you will be saved. Lehet, hogy nem érted teljesen, hogy mi történt, és hogyan. Maybe you don't fully understand what happened and how. De Isten nem kéri tőled, hogy legyen teljes megértésed a megváltásról, mielőtt megtérsz. But God doesn't want you to understand everything before you turn to him and to turn to God saved. Azt viszont mondja, hogy itt van egy egyszerű út, ha hiszel, üdvözülsz. But the only thing he says, this is a very simple way. If you believe, you will be saved. Péter az első levelében ezt mondja. In 1 Peter he says, első rész 18-tól. In chapter 1 from verse 18. Tudva, hogy nem veszendő holmin ezüstön aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Az, hogy Jézus feltámadt, az nekünk reménység. The fact that Jesus was risen from the death, it's hope for us. Az, hogy vele együtt ott leszünk a mennybe, és élni fogunk. That we will be with him in heaven and we will live. És csak fel szeretnék tenni nektek egy kérdést. And I would like just ask a question. Láttátok, ő az út, az igazság és az élet. You can see that he is the way, the truth and the life. Közben kérem a dicsőítés csapatot, hogy gyertek fel. And in the meantime I would like to ask the worship band to come up. Szóval láttuk, hogy ő az. So we could see that he is the one. Ő a megmentő, ő a megváltó. He is the savior, he is the one who saves us. Van miért ünnepelnünk. There is a reason to celebrate. Isten szeret minket. God loves us. Te elfogadtad már ezt? Have you accepted it? Te készen vagy odaállni Isten színe elé, ha kell? Are you ready to stand before the presence of God if you have to? Te meg vagy váltva? Are you saved? Mert ha nem, akkor lehet, hogy ezért vagy ma itt. If not, maybe this is the reason why you are here now. Hogy hallod az evangéliumot és mondj igent Istennek. To hear the gospel and say yes to God. Mi most úrvacsorát fogunk itt venni együtt. We're going to take communion together here now. Ami arra emlékeztet minket, hogy Jézus értünk adta magát és megmosott minket a bűneinktől. Which is in remembrance of Jesus who gave himself for us and he washed us. Ki fogjuk majd osztani nektek, nem kell sehova menni. We will distribute the parts of the communion. You do not have to stand up or go anywhere. És kérlek, hogy tartsátok meg magatoknál, és együtt vesszük majd. And I would like to ask you to keep those parts and we will take them together at yes, together. Nekünk már van mire emlékezni, nekünk van megváltónk. We have already something to remember of. We have a savior. Aki él. Who is alive. Ha szeretnéd, hogy ő legyen a te megváltód. If you would like him to be your savior too. Legyen ez a mai reggel az, hogy azt mondod neki, hogy Jézus, gyere, gyere és legyél a megváltó. Let this be the morning when you say that Jesus come and be my savior too.
Imádkozzunk. Let's pray. Atyám, köszönjük neked ezt a reggelt. Father, thank you for this morning. Köszönjük Istenem az üzenetet, köszönjük a közösséget együtt. Thank you for the message and thank you that we can come together for the fellowship. Köszönjük, hogy élsz Jézus, feltámadtál és élsz. Thank you Jesus that you are alive. You've risen from the dead and you are alive. Köszönjük, hogy te vagy az út, amin mehetünk az Atyához. Thank you that you are the way through which we can go to God. Köszönjük, hogy te vagy az igazságunk. Thank you that you are our righteousness. És köszönjük, hogy élhetjük ezt az életet. And thank you that we can live this life. Köszönjük a drága véredet. Thank you for your precious blood. Köszönjük a testedet. Thank you for your body. Kérlek, Uram, hogy így áld meg a közösségünket most. Please, Lord, just bless our fellowship now. Amen. Amen. A szentek szentje többé nincs ez álmon, már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az álom, de Jézus minden követ. Szentek szentje többé, a szentek szentje többé nincs ez álmon, én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az áram, Jézus mindent fizetett. Az újból, az újból, új tömlőbe ömlik most már új dal. Zsong a szívem minden húrján, élek, többé nem él, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem. Nincs köztük távolság, a menny a földet összeér. Szentek szentje többé nincs elzárva. A szentek szentje többé nincs elzárva. Szabadságomnak nagy volt az áram, de Jézus mindent fizetett. Az újból, új tömlőbe ömlik most már új dal, hogy zsong a szívem minden gúrján. Élek, többé nem én, meg már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk. Szívem minden húrján, élek, többé nem él, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok.
és fedhetetlen Jézus. Mindent elvégzett helyetted, nincs köztünk távolság. Köszönjük neked, hogy engedelmes voltál a keresztig. Jesus, thank you that you were obedient until the cross. Köszönjük, hogy a tested az értünk töretett meg. Thank you that your body was broken for us. Köszönjük, hogy értünk haltál, hogy nekünk örök életünk legyen. Thank you that you died for us so that we have eternal life. Vegyük a pászkát. Let's take the bread. Hálásak vagyunk azért, mert emlékezhetünk a kegyelemre. We are grateful that we can remember your grace. Köszönöm Istenem, hogy megmostál, hogy tiszta lehetek a bűneimtől. Thank you God that you washed me and I can be clean from my sins. Köszönjük Jézus, hogy helyreállítottad a kapcsolatunkat Istennel. Thank you Jesus that you made our relationship with God right. Köszönjük a drága véredet. Thank you for your precious blood. Vegyük a szőlőlevet. Let's take the cup. És arra kérlek benneteket, hogy most álljunk föl, és énekeljünk el egy utolsó dalt. And I would like to ask you to stand up now and let's sing a last song together. Get us more time.
Igen, lehet. Még egyet adhatunk a kórusnak megint. Még egy jó nagy tapsot. Another round of applause for the choir. Nagyszerű. Nagyon jó, hogy itt voltatok. Remélem, hogy nektek is áldás volt. It was very good that you were here. I hope it was a blessing for you too. Kívánjuk, hogy legyen egy nagyon jó húsvét vasárnapotok áldott. And we wish you a very blessed, a very good Easter Sunday. Sziasztok. Bye. All the fears will come.